A 11. Pálinka Fórumon elhangzott, a kormány megvizsgálja, hogy ahhoz, hogy a magyar pálinka világmárkává váljon, milyen feltételeknek kell megfelelnie az alapanyagtermelésnek, a feldolgozó kapacitásoknak, a piackutatásnak és a marketingnek. Tavaly a kereskedelmi céllal főzött pálinka mennyisége megközelítette a 2 millió litert, míg a szabadforgalomba bocsátott, bérfőzött párlat mennyisége mintegy 12 millió litert tett ki. Magyarországon már 550 bérfőzést végző SZESZ főzde működik, a kereskedelmi főzdék száma pedig megközelíti a 100-at. A szakértők úgy látják, a pálinka főzésnek markáns szerepe lehet a hagyományok, a helyi kulturális, turisztikai és gasztronómiai értékek megőrzésében. Emellett a hozzá kapcsolódó zöldség és gyümölcstermesztés is meghatározó lehet a vidéki munkahelyteremtésben, és ha a termelők, a feldolgozók és a szolgáltatást végzők profitja is vidéken marad, az a helyi gazdaságfejlesztést is segíti.